Könnyű volt aranyérmet szerezni, vagy ezüstérmet, vagy bronzplakettet? A riói olimpiai játékokon elért magyar sikereket idézve vázolta fel az idei tanév nyújtotta lehetőségeket és feladatokat a Gárdonyi Géza általános iskola igazgatója, az intézmény ünnepélyes tanévnyitója. Homolai Károly elmondta, idén 462 diák folytatja, illetve az elsősök kezdik meg tanulmányaikat a Bartók Béla úti épületben. Az önkormányzat támogatása ebben az iskolában is fontos szerepet játszik. Az elsősök nem csak az iskola kezdési csomagot vehették át, hanem az intézmény kinti tornaparkjának 3 éve kezdődő felújítása is befejeződött a nyáron. Különleges öröm, hogy 3 éve megkezdte a 11. kerületi önkormányzat az iskola 3 szintes udvarának, parkjának, játszóterének a felújítását, ami az idei nyáron fejeződött be. Közel 110 millió forintért került újjáépítésre a sportpálya, a park, a játszótér, támfalak rekonstrukciójára került sor, és a vízelvezetési rendszer is megújult. Így vehették és vehetik a gyerekek a birtokba a mai nap 9 órától már a megújult új tanévnek Gárdonyi Géza iskoláját. Az igazgató szerint az oktatás színvonalára méltán lehetnek büszkék a tanárok. A kiegészítő foglalkozások eredményeit, például az énekkarét, az ünnepi műsor is bizonyította. A kórus régi és új dalokat énekelt zenekari kíséret mellett. Simicskó István honvédelmi miniszter, a kerület országgyűlési képviselője jóvoltából ugyanis a Honvéd központi fúvós zenekar kísérte a gyerekek énekét.